kérlek. Szia, én Komódi Károly vagyok, énekléssel foglalkozom, tehát énekes vagyok, és a Zsinei Csikunggal kb. 2,5 éve foglalkozom, tanulom. Hogyan ismerkedtél meg vele? Maga így, hogy Csikung, erről már gyerekkoromban is hallottam, tehát hallottam erről a fogalomról, sportoltam, és találkoztam ezzel, hogy a többféle kung fu irányzat között én ott hallottam, hogy Csikung van ilyen, de nem volt a közelemben, hogy én ezzel foglalkozhassak, vagy többet tudjak meg róla. És hát az éneklés révén találkoztam, ezt talán nem is térek ki, de találkoztam Ferivel, akit tanulom a Csikungot, és úgymond teljesen meglepő volt, hogy ez az egészhez mit is takar számomra. Tehát egy nagy felfedezés volt, egy nagy felfedezés lett. Miért pont a Zsinei Csikungot választottad? Én küzdősportokkal foglalkoztam, több sportot is kipróbáltam, tehát több ágazatot is kipróbáltam, és végül is mindig is hiányzott az, úgymond az éremnek a másik oldala, hogy vajon mi van még ezen túl. És a Zsinei Csikung volt az, amiben utána is olvastam, és úgy meg is találtam, hogy ez van a túloldal, tehát ami belül történik. Mik voltak az első benyomásaid akkor? Tehát amikor megismerkedtél vele, ugye az előbb már egy picit említetted, hogy nagyon jó benyomások, de hogy kicsit fel is készíves bővebben, hogy... Az első benyomásom az volt, hogy ugye mi az első dolog szerintem, hogy jól esett. Nem volt megerőltető, torna is volt, ugyanakkor koncentrálni kellett, egyszerű, átlátható, relaxációs, meditációs gyakorlatok is tartoztak hozzá. Tehát ez volt az első találkozás a Zsinei Csikunggal, és mindenképpen úgy éreztem már rögtön az elején, hogy tudok belőle meríteni a hétköznapi életemhez. Tehát akkor teljes egészébe be is tudod építeni a hétköznapi életemhez? Igen, lehet, hogy volt is egy ilyen beállítottságom, bár eléggé két lábbal állok a földön, tehát igen, amúgy nem vonzana valami a misztikus, vagy elvont, vagy divatos, vagy ezotérikus. Nekem tetszett az, hogy ez a dolog, ez hogy két lábbal áll a földön. És hogyha ezt gyakorlod, mert gyakorolható gyakorlatok vannak, akkor eredményeket érhetsz el. Neked például mik voltak eddig a legnagyobb eredményeid? A saját egészségemmel kapcsolatban volt a legnagyobb eredményem, hogy egy vírusos fertőzéssel, úgymond egy részleges halás károsodásom lett, kb. 2 éve. Zenésznek ez nagyon kellemetlen. És nem mondom, hogy ezért kezdtem el, de mert ez közben történt. De kezeltek vele, mindenféle gyógyszeres kúrákon voltam túl, és amikor minden lement és mondták, hogy ez így marad, mert ez nem tud herjönni, akkor és én már egy idején intézetben gyakoroltam, így éreztem, hogy van, ha valamit úgy átléptem volna egy szintet, tehát a rendszerességtől, és a következő kontrollnál mondták, hogy hát ez a görbe, amit mutatott a műszer, ez mint hogyha vadúj lenne ez a fül. Helyre jött. Közben nem éreztem, hogy jön helyre jött. Azóta voltam ilyen vizsgálaton, és teljesen helyre jött a fülbőlbe. Melyik a kedvenc gyakorlatod, ha van ilyen? Hát a kedvenc gyakorlatom az a Chen Chi nevezett gyakorlat, ami szerintem fizikailag egy kicsit megterhelő, de ez nekem nagyon tetszik. Kifejezetten érzem, hogy feltölt, és hogy sok mindent, tehát hogy erősít az emberen, és kitartást is igényel. Mennyire egyeztethető össze az más mozgásfajtákkal maga az Zsinei Csikungban? Én úgy gondolom, hogy abszolút összeegyeztethető. Tehát, hogyha én mondjuk szellemi munkát végzek, hogyha vagy olyan fizikum munkát végeznék, ami intenzív, vagy mondjuk lenne egy olyan hobbim, ami mozgással jár, akár egy küzdősport, vagy egy tánc, vagy bármi más. Én úgy gondolom, hogy abszolút összeegyeztethető. Hát alapvetően egy fizikai
szellemi fejlődés az, amit kaphat tőle az ember. Nem is tudott, hogy hiányzik neki egyébként. Hogy hatott ez a környezetedre, vagy elkezdtél csikungozni családodra például? Én szerintem az ő, tehát hogy is mondjam, minden családban vannak ugye stressz helyzetek, ha bármi adódhat hétköznapi dolgokból. Szerintem ezeket én most látványosan nagyobb nyugalommal tudok kezelni. És ezt a nyugalmat, vagy sokszor más látásmódot, amiben nem hangzik el az a csikung, nem azért van, mert csikungozok. Tehát nem ez a válasz, hogy mert én csikungozok, ezért a most nyugodj rá meg, hanem talán perspektívát, talán más perspektívát tud az ember mutatni, például otthon, a családban. Nyugalommal, türelemmel kezelni a dolgokat, átlátni, tervezni. Nem idegeskedünk olyan, amit nem kell, ami nem tudunk változtatni. Kb. Ennyi. Milyen a közös gyakorlás, és milyen mondjuk, hogyha egyedül gyakorolsz nagyban, különbözik a kettő? A közös gyakorlásban én mindig azt éreztem, hogy biztosabb a siker, mert az a csí mező, amit úgymond teremtünk, ez egy közös csí mező, az úgymond egy kicsit úgy magával visz. Tehát az embernek nincs azonos két napja, ugye? Egyik nap ilyen, a másik olyan, most jobban vagyok energiákkal, most álmosabb vagyok, nem aludtam jól. Ezen a közösségben való gyakorlás mindenképpen átsegít a közös ráhangolódás. Az egyéni gyakorlás az szerintem nagyobb elszántságot igényel. Mit gondolsz most Magyarországon, mennyire elfogadott, mennyire ismert maga a csikung? Hát amennyire rálátásom van erre, én úgy gondolom, hogy talán most kezd elterjedni. Talán most kezd az emberek fejébe, látásterébe bekerülni az, hogy létezik a zsinen csikung. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.